Sziasztok! Itt a következő hét, következő vlog, amelyek nem lesz más a témája, mint a bringám. Mert néhányan mondtátok, hogy kéne majd csináljak egy olyan videót, amiben A-tól Z-ig végigmegyek a biciklim, milyen alkatrészei vannak, hogyan állítottam ezt össze. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy a következő videónak ez lesz a témája. Nézzük is ezt a bringet. Én egy Deda RHM 02-es kormányt használok. A kormányszer az is Deda. Ez egy 01-es kormány. 120 mm hosszú. Azt hiszem 7 fokos emelkedése van a kormányszárnak, de ebben nem vagyok 100%-osan biztos jelenleg. Egy Physic Antares nyerget használok. A nyereg szár szintén Deda, ez az egyik alap nyeregszára a Dedának, ez az RSL széria, nem is vagyok benne biztos, hogy ezt még lehet kapni. És akkor jöjjön maga a váz. Ugye ez egy Cinelli és mesh koprodukció, a legutolsó szériában készült parallax, méghozzá a cyanotype. A váz maga az alumíniumból van, a villa az karbon, alumínium nyakkal, és az egész bringa Columbus csövekből készült. A következő alkatrész a bringának, ez legyen hajtás, ez egy SRAM Omnium hajtás. Ezt én egy Magor 49 fogas tányérra használom. És akkor a kerekek. Elől hátul igazából ugyanaz a kerék található. H pluszán felni és BLB King agyak. A külsők, amiket használok, azok Continental Gatorskin külsők. Szóval ez lenne az én bringám. Tetszett neked ez a videó, kérlek szépen jelezd nekem egy lájkkal, hogyha még nem iratkoztál volna fel a csatornámra, iratkozz föl, és hogyha szeretnél értesülni minden egyes új videóról, akkor nyomd meg a kis harangjelet is. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!